Továbbra is elégedetlenek. A pedagógus szakszervezet szóban sok kérdésben megegyezett a kormánnyal, de a jogszabályokban semmi nem köszön vissza, állítja az elnök. Biztonságosabb autóvásár. Pár száz forintért megtudható, hogy a megvásárolni kívánt autó forgalomban van-e, valamint hogy mennyi a nyilvántartásban szereplő kilométeróra állása. Ha nyaralás, akkor biztosítás. Az ingyenesen igényelhető Európai Uniós egészségbiztosítási kártya is segítséget nyújthat, de utazás előtt érdemes akár egy olcsó piaci utasbiztosítást is kötni. százalékkal nőtt a pedagógusok szakszervezetének létszáma a tavaszi tüntetések hatására. Ezt mondta a szervezet megyei elnöke Miklós István a hétfői évzáró értekezleten. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Galló Istvánné, a PS elnöke azt mondta a szerkesztőségünknek, hogy ugyan szóban sok kérdésben megegyeztek a kormánnyal, de a jogszabályokban semmi nem köszön vissza. Ezért részt vesz a szakszervezet a hétvégi tüntetésen Budapesten, és a nyáron is folytatja a sztrájk tárgyalást. Kockás inkben tiltakoztak a kormány oktatáspolitikája ellen a diákok a Zrínyi gimnázium előtt március 30-án. Ez volt az egyik legnagyobb ilyen megmozdulás a megyében. Tavasszal több alkalommal demonstráltak pedagógusok és tanulók. Az akciók szervezésében a pedagógusok szakszervezete is részt vett. A megyei elnök azt mondta, a tiltakozások után 5%-kal nőtt taglétszámuk. Az valószínű, hogy a taglétszámot nagyon erősítette a tavaszi különböző demonstrációk, nagyon nagy volt az elfogadottsága a szervezetünknek, illetve a célkitűzéseinknek. Ezeket szeretnénk tovább, mint ugye a szakszervezet nyáron sem megy szabadságra, tehát tovább folytatjuk azokat a dolgokat, ezekről lesz a mai értekezletünk. Virággal köszöntötte a pedagógusok szakszervezetének elnökét a megyei vezető a Zay Anna egészségügyi és informatikai szakközépiskolában. Itt tartotta a szervezet a megyei évzáró értekezletét. Galló Istvánné országos elnök azt mondta, ugyan szóban sok kérdésben megegyeztek a kormányzattal, de ezeket írásban nem látják viszont a köznevelési törvény módosításában. A tárgyalások folyamán megegyeztünk, ezt jegyzőkönyvek tartalmazzák. A kérés az volt, hogy ezt mind ugye a jogszabályokba tegyék be, hiszen a jogszabály az ad garanciát arra, hogy akkor ez megvalósul. Nem került be a köznevelési törvény tervezett módosításába, nem kerültek bele ezek a előtte szóban megállapodott kérdésekről. Tehát ha azt kérdezi, hogy mi a legfontosabb, minden nagyon fontos volt. Ezért a nyári szünetben is tovább folytatják a tárgyalásokat a kabinet képviselőivel. Emellett részt vesznek a hétvégére Budapestre összehívott újabb tiltakozáson is. Pár száz forintért megtudható, hogy a megvásárolni kívánt autó forgalomban van-e, valamint hogy mennyi a nyilvántartásban szereplő kilométeróra állása. A gépjármű adat lekérdező szolgáltatás a vásárlást könnyíti, interneten érhető el és olcsóbb, gyorsabb, mint a papír alapú ügyintézés. Ám a vevők és az autókereskedők hiányosnak találják a rendszert. Több autót ugyanis úgy adnak el, hogy azon végrehajtás vagy terhelés van. Több adat is lekérhető egy autóról forgalmi rendszámának megadásával, mindez interneten pár száz forintért ügyfélkapus belépéssel. A gépjárműadat lekérdező szolgáltatást tavaly ősszel indították el, mert sokan igényeltek műszaki adatokat, mielőtt autót vásároltak volna. Az indulás óta több mint 25 ezer kérelmet nyújtottak be az állampolgárok, viszont egy nagyon fontos adat, hogy ennél sokkal többen böngésztek tulajdonképpen a szolgáltatásban végigvezethető lépésekben, mert több mint 50 ezeren használták valamilyen formában. Egy gépjármű lekérdezése 625 forintba kerül, ugye egy rendszámhoz tartozó visszakeradók lekérdezését jelenti ez. Viszont ugye van egy olyan szabály, hogy maga az igazgatási szolgáltatási díj az gépjárművenként 275 forint, de eljárásonként minimum 625 forint a fizetendő díj. Ez egyébként a fele annak az összegnek, mintha én ezt személyesen nyújtanám be ezt a kérelmet, vagy papíralapon postai úton eljuttatnám a nyilvántartó hatósághoz. Több megyebeli autókereskedő azonban úgy véli, a rendszer hiányos. Pap Ferenc például szívesebben fizetne egy olyan szolgáltatásért, amely jóval több információt adna egy-egy autóról. Egy olyan oldalra lenne szükség, amely térítési díj ellenében megmutatná, hogy van a gépkocsin bármilyen terhelés, illetve tartozás.
ugyanis ha bármilyen végrehajtás, illetve bármilyen tartozás van, adótartozás vagy bármi a gépkocsin, az ebből a oldalból sajnos nem derül ki, ez csak az utolsó kilométerórálást, illetve hogy ki van a gépkocsi vonva a forgalomból, vagy nincs, tehát azt mutatja meg. A rendszer hiányosságából is adódhat az, hogy Papp Ferenc pórul járt. Ezt az autót áprilisban vette meg egy magánszemélytől 2 millió forintért. Kiderült, hogy több a tartozás a gépkocsi, mint amit ér valójában. Ez csak akkor derült ki sajnos, amikor elmentünk az okmányirodába, és át szerettük volna iratni az autót. Tehát addig ezt sehol nem tudtuk lekérni. És ugye ez hosszú peres procedúrákat vonhat maga után. Az autót eladó jogsértést követett el, hiszen az általános adásvételiben, azaz a tulajdonjog átruházási szerződésben kijelentette, a gépkocsi per és tehermentes annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik. Több millió forintba is kerülhet az orvosi ellátás, ha a külföldi nyaralás alatt betegszünk meg, és nincs biztosításunk. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Az ingyenesen igényelhető Európai Uniós egészségbiztosítási kártya segítséget nyújthat a bajban, de érdemes egészen olcsó piaci utasbiztosítást is kötni. A nyaralási szezon elején járunk, egyre többen foglalják le már most későbbi utazásaikat. Debrecenből például már nem lehet Bulgáriába repülni, egész nyárra megteltek a járatok. Az utazási irodák azt mondják, akár közvetlenül az indulás előtt online néhány perc alatt is köthető utasbiztosítás, aminek a díja töredéke az utazás költségeihez mérve, viszont akár életet is menthet. Ezen nem szabad spórolni a kedves utasoknak. Naponta 500 forintba kerül a biztosítás, a legkedvezőbb díjtétel, gyerekeknek pedig ennek a fele. Minimális összegről van szó, viszont ha baj van, ha külföldön bajba kerül az utas, akkor nem fizeti meg senki a kárát, az orvosi költségeit, így viszont a biztosító társaságok mindent fizetnek. A sürgősségi betegellátásra az Európai Unión belül egy állami egészségbiztosítási kártya is segítséget nyújthat. Ez az Európai Egészségbiztosítási Kártya egy olyan okmány, amely a Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek ideiglenes külföldi más uniós országban való tartózkodása esetén az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére nyújt lehetőséget, méghozzá ugyanolyan feltételekkel, mint az adott országnak a biztosítással rendelkező személyei részére. Az EU-s kártya ingyenesen igényelhető és 3 évig érvényes az Unió tagállamaiban. Akinek nincs ilyen kártyája, de sürgősségi ellátásra szorult, az utólag is kezdeményezheti költségei visszatérítését. Egy terepjáró és egy személygépkocsi ütközött tegnap dél körül Nyírpazonynál. Feltehetően a terepjáró vezetője nem volt kellőképpen körültekintő, amikor a 4-es főútra kikanyarodott, és ott ütközött egy szabályosan közlekedő személygépkocsival. Utóbbi vezetője megsérült, őt kórházba szállították. Az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Ma délután szalagkorlátnak ütközött a 403-as elkerülő főútvonalon egy ismeretlen teherautó vagy kamion. A szalagkorlátot mintegy 50 méteren keresztül gyűrte maga alá jármű, de a helyszínt elhagyta a gondatlan sofőr. A rendőrség keresi a jármű vezetőjét, várják szemtanúk jelentkezését is. Kiállítással zárult a Honvéd művésztelep Vaján. A tárlatot hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel búcsúzott a bajnokságtól a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 30. fordulójában Sós Imre együttese 1-0-ás félidő után 2-1-re verte a Szolnokot. Szombaton 6. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Michelin Bringa Fesztivált. Az egész napos program során közel 2000-en szálltak nyeregbe. A katona kultúra ápolása, a katona közösség összekovácsolása. Ez is célja a Vajai Honvéd művésztelepnek, amely most zárta kapuit. Az elmúlt napokban 11 katona alkotott Vaján, a művésztelepet kiállítással zárták. Ez a Vai Ádám Kastélymúzeum, a katonaművészek itt a parkban alkottak a legtöbbet. Akadt olyan, aki a kastélyt festette meg, de akadt, akit a szobrok ihlettek meg. Ezt a krétarajzot például Molnár Csaba készítette, ő már másodjára alkotott Vaján.
Ilyen alkotó táborban gyerekkoromban voltam többször, és úgy indultam, hogy a képzőművészet minden ága érdekelt, utána kézműves táborokban vettem részt. Pontosan ilyen jellegű, ahol lehet festeni, faragni, rajzolni, linómetszés és egyebek, ez most volt a havai tábor és második alkalommal, tehát számomra is megtiszteltetés, hogy részt vettem egy ilyen táborban. Katonazene igazi katonazenészektől a katonaalkotásokat ez kísérte. 2 évvel ezelőtt volt egy kezdeményezésünk, mely szerint, hogy a honvédséggel közösen Vaján egy olyan alkotótábort hozzunk létre, ahol katonák, illetve a honvédség keretében dolgozó polgári személyek jönnek, és így a mai tárlat az ő munkájukat mutatja majd be. 10 napig 11 alkotó volt itt, Tamus István debreceni tanár vezetésével, és én úgy gondolom, hogy egy szép anyag jött össze. Linómetszetek, fából készült alkotások és vásznak különböző anyagokkal, technikákkal ékesítve, a második vajai honvéd művésztelep alkotásai még láthatóak a Kastély Múzeumban. Hogyha katonákról hallunk, akkor elsősorban az egyenruhára gondolunk, arra, hogy nekik szigorú szabályok szerint kell élni az életüket, megvan a napirendjük, és nem igazán szoktuk őket összekapcsolni a művészetekkel, pedig bizony köztük is vannak olyan emberek, olyan különleges kovászok, akik nagyon értékes dolgokat tudnak tenni, és talán az ő életük így egész, hogy megvan az a szigorú rendbe tett katonai élet is, és emellett pedig azért megmutatják azt a másik oldalukat is, és ezért remek alkalom ez a alkotótábor, hogy itt valóban megismerhetjük a katonai életnek úgymond egy másik dimenzióját. A szervezők a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár tánccal is készült a tárlat bemutatójára. Kísérőjük Nagy Csaba tárogató művész volt. Pedagógus napot tartottak Újfehértón. A település polgármestere az ünnepségen kiemelte, az oktatási nevelési intézmények fenntartói váltása óta ritka, hogy az önkormányzatok pedagógus nap alkalmából elismerik a dolgozók munkáját. Újfehértón azonban évek óta nincs kivétel, ezúttal is valamennyi intézmény pedagógusait meghívták és jutalmazták. Általános iskola Újfehértó belvárosában, felújított óvoda a főút mellett. A településen több oktatás-nevelési intézmény működik. 30 éve vagyok óvodapedagógus itt Újfehértón. Itt kezdtem képesítés nélkül, és akkor itt végeztem el a főiskolát, és azóta is itt dolgozom folyamatosan. És hát a sok-sok felcseperedő gyerekünkre büszke vagyok, akik visszatérnek időnként az óvodáinkba. A pedagógusok áldozatos munkáját virággal és anyagilag is elismerték. Az első díjazott az újfehértói születésű Vámosi Tiborné volt. A nyugdíjas pedagógus a közeljövőben veszi majd át 50 éves aranydiplomáját. 1966-ban kaptam meg a diplomát, ami tanítóképzőbe, az akkori tanítóképzőbe, majd utána elvégeztem a földrajz szakot a főiskolán, és arra vagyok büszke, hogy életemben 2 munkahelyem volt, az egyik az újfehértói egyes számú iskola, utána pedig a 3-as számú iskolába kerültem, és onnan mentem nyugdíjba. A település polgármestere az ünnepségen kiemelte, az oktatásnevelési intézmények fenntartói, működtetői váltása óta ritka, hogy önkormányzatok szerveznek pedagógus napot, azonban Újfehértón minden évben tartanak ünnepséget. A válveregetésen meg a beszéden túlmenően minden 10-20-30-40 éve a városban dolgozó pedagógus és itt a bölcsődei dolgozót is beleértem, elismerjük a munkájukat, 10-20-30-40 ezer forint nettó jutalommal is. Tudom, hogy nem nagy összeg, viszont ezt megkapja mindenki, ugyanúgy nemre, fajra, felekezetre tekintet nélkül, tehát aki elfogadja a meghívásunkat, az önkormányzat ennyi anyagi áldozatot is hoz arra, és nyilván ennek van egy kellemesebb része a végén, amikor kötetlenül azért 2-3 óra hosszát itt maradnak, beszélgetnek, és meghányák vetik a világ sorsát. És én úgy gondolom, hogy ha valamikor, akkor ez most nagyon aktuális. Az újfehértói önkormányzati ünnepségre közel 200 pedagógust hívtak meg. Győzelemmel búcsúzott a bajnokságtól a Kisvárdamasztergód. A labdarúgó NB2 30. fordulójában Sós Imre együttese 1-0-ás félidő után 2-1-re verte a Szolnokot. A Kisvárda a 4. helyen zárta a szezont.
Az első negyed óra ismerkedését követően a hazaiak előtt adódott helyzet erős középre tartó lövését azonban védte a szolnokiak kapusa. A 37. percben viszont már gólt ünnepelhetett a kisvárdai csapatkapitány, aki hozta jobboldali beadását úgy kanalazta kapura, hogy Papp Szilárd már csak a gólvonalon túl érte el a labdát. Az első félidő oktatófilmbe illő hazai támadással zárult, Kosta azonban nem tudta gólra váltani az előtte adódó helyzetet. Szünet után 5 perccel viszont már 2 góllal vezettek a hazaiak, Cseri baloldali szögletét követően a berobbanó Papucsek fejelte a léc alá a labdát. A folytatásban bátrabb lett a szolnok, aminek a 71. percben meg is lett az eredménye, Ízing hibáját kihasználva Gajdos lőtt a léc alá. A hátralévő időben már nem esett több találat, így a Kisvárda győzelemmel zárta a szezont. Meglepett a szolnoknak ez a játéka. Az első fél időben a mérkőzés elején nem is igen találtuk a fogást az ellenfélen. Aztán úgy gondolom, hogy jókor jött a gól, és az egy kicsit megnyugtatta a csapatot. Úgyhogy én úgy gondolom, összességében megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. A szolnokiak edzője szerint csapata játékán látszott, hogy már korábban kiharcolták a bennmaradást. Egy tét nélküli mérkőzés volt, én azt gondolom, hogy sokkal jobb meccs jött le belőle szerintem, mint ami általában ilyenkor szokott lenni. Tényleg valóban az első félidő második félében picit elaludtunk, egy beívelésből, egyéni hibákból, sajnos, illetve egy szögletből a második félidő elején gólt kaptunk, és onnantól kezdve nagyon nehéz volt ebből visszajönni ebbe a meccsbe, de visszajöttünk. Hát a pontot az íre nem tudtuk föltenni. A hazaiak csapatkapitánya, a végül 19 gólig jutó Erős Gábor annak örült, hogy utolsó hazai meccsükön is ki tudták szolgálni szurkolóikat. Nagyon hosszú volt ez a szezon, és picit a végére elfáradtunk, én úgy érzem, és meg kell emelni a kalapot a Szolnok előtt, mert a másik fél időben az, az igazság, hogy jobban játszottak. Talán még, ha úgy mondom, lehet, hogy rászolgáltak volna az egy pontra is, de azt gondolom, hogy ez itt tökéletes befejezés számunkra, úgyhogy ettől a fantasztikus közönségünktől egy győzelemmel tudtunk búcsúzni, és azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres bajnokságon vagyunk túl. A 30. forduló további eredményei a következők: Mezőkövesd Dunaújváros 4-0, Szeged Csákvár 6-0, Soroksár Sopron 2-1, Sziget-Szent Miklós Balmazújváros 0-3, Budaörs Vác 3-0, Gyirmut Siófok 3-4 és Zalaegerszeg Ajka 5-0. A bajnoki címet a Jirmut szerezte meg 65 ponttal, megelőzve a szintén NB1-be jutó 57 pontos Mezőkövesdet. A Kisvárda 52 ponttal a negyedik helyen zárta a szezont. Szombaton 6. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Michelin Bringa Fesztivált. Az egész napos program során közel 2000-en szálltak nyerekbe. A pénteki felhőszakadást követően szombaton már napsütés válta a Bringa Fesztivál részvevőit. A rendezvény központja ezúttal is a Kossuth tér volt, de a programon a korábbiakhoz képest némileg változtattak a szervezők. Persze a központban ezúttal is a kerékpár és a biztonságos közlekedés volt. Nagyobb a helyszín, most nem csak a Kossuth téren vagyunk, hanem a Hősök terén is, egyszerűen azért, mert annyi mindent hoztunk, hogy már nem fértünk el itt, és a hangsúlya sokkal nagyobb ebben az évben, mint a korábbi években a közlekedésnek a biztonságán, és elsősorban a gyerekeknek a közlekedés biztonságán. A Nyíregyháza Tokaj közötti verseny ezúttal elmaradt, de a belváros Sóstó belváros távnak közel 2000-en vágtak neki. A mezőnyben ott voltak a Nyírség kerékpáros esebringásai is. Azért jöttünk csak el, hogy megmutassuk magunkat, hogy létezünk. Délelőtt mi a srácokkal megcsináltuk ugye a napi kvótát, egy 80 kilométeres edzést, és most elgurultunk, hát örömmel láttam, hogy rengetegen indultak, viszont sajnálattal láttam, hogy az a 60 kilométeres táv, ami a tokai táv, az nem volt. Akik pedig mégis versenyezni szerettek volna, megtehették, kipróbálva a kerékpársport újraélesztett változatát, a Gold Sprintet. Sprint! Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 5%-kal nőtt a pedagógusok szakszervezetének létszáma a tavaszi tüntetések hatására. Ezt mondta a szervezet megyei elnöke Miklósi István a hétfői évzáró értekezleten. Galló Istvánné, a PS elnöke azt mondta szerkesztőségünknek, hogy ugyan szóban sok kérdésben megegyeztek a kormánnyal, de a jogszabályokban semmi nem köszön vissza. Ezért részt vesz a szakszervezet a hétvégi tüntetésen Budapesten, és a nyáron is folytatja a sztrájk tárgyalást. Pár száz forintért megtudható, hogy a megvásárolni kívánt autó forgalomban van-e, valamint hogy mennyi a nyilvántartásban szereplő kilométeróra állása. A gépjármű adat lekérdező szolgáltatás interneten érhető el. Ám a vevők, autókereskedők hiányosnak találják a rendszert, több autót ugyanis úgy adnak el, hogy azon végrehajtás vagy terhelés van.
Külföldi nyaralás közben akár egy enyhébb, de ellátást igénylő megbetegedés is több millió forintba kerülhet. Az ingyenesen igényelhető Európai Uniós egészségbiztosítási kártya is segítséget nyújthat a bajban, de utazás előtt érdemes tájékozódni és akár pár száz forintos piaci utasbiztosítást is kötni. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 6-án hétfőn. Friss hírekkel kedden este is várjuk majd Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészték honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a napos, kissé hűvös idő, észak felől a magasban hűvösebb, száraz légtömegek áramlanak fölénk. Éjjel derült idő várható, csapadék nélkül és a szél is mérséklődik, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is derült napos, száraz időre lehet számítani élénk északias széllel. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Szerdán és eleinte csütörtökön is túlnyomóan napos időre számíthatunk. Csütörtök délután nyugat felől egy hidegfront éri el térségünket, ezért ekkor csak elszórtan, pénteken többfelé várhatók záporok, zivatarok. A hét végén és a jövő héten is változékony záporokkal, zivatarokkal tarkított mérsékelten meleg idő várható.